A brüsszeli EU-csúcs tanulságai döntéseit fogjuk most megbeszélni. Zoltán Unió szakértővel jó reggelt, jó reggelt, kívánok. Nagyjából azon tematika mentén haladva, amit Orbán Viktor a Facebook oldalán vázolt, mert hogy téma volt az ukrán elnök által bemutatott győzelmi terv, ami a miniszterelnök szerint riasztó, a migrációs csata, mert hogy Orbán Viktor szerint ezt kell megvívnia Brüsszel-el, és gazdasági intézkedésekről is beszélt. Kezdjük ezzel a bizonyos győzelmi tervről, mert hogy összességében az, hogy mit vázolt itt az ukrán elnök, az szerintem a magyar nyilvánosságban nem volt egyértelmű. Mit tartalmaz ez a terv? A győzelmi terv, amelyet Zelenszky ukrán elnök előző nap a kievi törvényhozásnak is bemutatott, egy öt pontból álló, de nem nyilvános, vagy nem minden részletében nyilvános rendezési terv. És nevével ellentétben, gondolom ezt az ukrán közvéleménynek kellett így eladni, a győzelmi terv inkább arról szól, hogy egy a háború vége után egy európai rendezési keret Ben, Ukrajna milyen biztonsági garanciákat szeretne kapni a nyugati partnerektől, hogyan képzeli együttműködését védelmi és gazdasági kérdésekben a nyugati integrációkkal, és nyilvánvalóan elsősorban meg kell indokolni, hogy miért alkalmas részint a NATO, részint az EU tagságra. Ebben a vonatkozásban vannak olyan dolgok, amelyek ugye nem nyilvánosak, de Zelenszki elnök utalta arra, hogy Ukrajna például mivel. Tegyük hozzá, Ukrajna megörökölte a régi szovjet hadipar jelentős részét, méghozzá a legfontosabb ágazatokat, mint a repülőgépgyártás, repülőgépfejlesztés, optikák, és mint lehet látni, drónfejlesztésben világszínvonra tört. Ott például kijelentett, hogy az ukrán hadsereg, amely jelenleg Európa legnagyobb létszámú és legjobban felszerelt hadserege, a NATO egyik erőssége lehet. Fejleszthetnek nukleáris képességeket is, ami kicsit... Egy pici zsarolásnak tűnik egyébként, de azt mutatja, hogy nincs egyedül Oroszország azzal, hogy atomfegyvert vethessen be elméletileg. Ukrajna is ki tud fejleszteni legalábbis taktikai atomfegyvereket, ami uh -huh. igen, nagyon érdekes. A harmad rész pedig az, hogy milyen komplementer előnyöket kínál az ukrán gazdaság, és például a zöld átmenethez említette meg azokat a lítium lelőhelyeket, amelyek mondjuk egy, egy európai akkumulátor stratégiában nagyon fontosak lettek. Tehát összetett az egész. Um... De ugye az egyrésztről azt senki nem mondta ki, hogy ezeket a garanciákat egyértelműen megkaphatja az Uniótól, akár egy gyorsítottak felvételt, akár a NATO felé való nyitást, mert hogy ezek komoly rizikót jelentenek az Unió számára, illetve a NATO-nak is akkor lesz egy közvetlen határa Oroszországgal, ráadásul egy ilyen érzékeny helyszínen, megkaphatja ezeket a garanciákat, és mi lesz a területi kérdésekkel? Uh... Minden jel arra, arra mutat, hogy Zelenski és kormánya érzékeli azt a nyomást, amit a nyugati közvélemény és a nyugati politikai partnerek is elmondnak, hogy ezt a háborút katonai eszközökkel, mondjuk úgy, hogy az ukrán csapatok bemasíroznak Moszkvába, nehéz elképzelni, hogy ez így végződik. Tehát és mint Trump elnök jelölti kampányában is rámutatott az Egyesült Államok, amennyiben ő nyer, elvárja, hogy Ukrajna tegyen területi engedményeket. Most tegyük félre ennek az erkölcsi vagy ilyen történeti hatását, de amennyiben az ukrán közvéleményt fel kell készíteni arra, hogy bizonyos területekről le kell mondani egy rendezés, vagy egy béke, vagy egy fegyverszönt keretében, föl kell villantani az előnyöket is, hogy mit nyer ezzel az ukrán társadalom, vagy a gazdaság és az újjáépítés esélyét. Ukrajna belefáradt a háborúba, Zelenszky kijelentette, hogy 2025-ben be lehet fejezni. Egyébként tegyük hozzá, Oroszország is elérkezett katonai és pénzügyi teljesítőképességnek végső határára, az orosz gazdaság a teljes összeomlás szélén áll. Tehát nyilvánvaló mindenkörre számít, hogy 2025-ben elképzelhető egy rendezési folyamat megkezdése. Hogy ez milyen ütemezéssel és hány évig tart, az szerintem valóban nemzetközi tárgyalásokat igényel, de elsősorban a fő kérdés az, hogy hogyan lehet rávenni Oroszországot arra, hogy adja jelét annak, hogy érdekelt valamilyen tűzszünetben, mert ennek nincs semmi jel. De. És hogyan lehetne? Uh, Vladimir Putyin számára uh, a háború jelen pillanatban uh, az egyik feltétel annak, hogy hatalmon, hatalmon tud maradni. Uh, az orosz hadigazdaság ugyan a kifulladás elejét mutatja, de nagyjából 30 millió ember Oroszországban profitál a háborúból, a hadipar a, 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 a hadseregben eltartottak, De hosszú távon ez fenntarthatatlan. Uh -huh. Tehát föl kéne készülni valahogy arra, hogy ezt valahogy átgravitál, uh, nyilván az orosz propaganda majd felvillantja, hogy mi a győzelem. Talán fontos lenne megszerezni a négy vitatott megyét, és ezen uh, folyik most a küzdelem, hogy mikor van az a pont, amikor kelet-ukrajnában ez a nagyjából fél évente 5 kilométeres előrenyomulás az orosz hadsereg számára jelentheti azt, hogy elérték a kijelölt határokat. Lépjünk a következő témára, ami a migrációs csata Orbán Viktor kifejezését idehozva. Uh, Kell-e csatáznia valamiben Orbán Viktornak, vagy amit mondjuk most Olaszország és Albánia együttműködésében látunk, az gyakorlatilag az az unión területén kívüli rendezési mód, amit régóta szorgalmaz a magyar miniszterelnök. Ha az a csata, hogy a magyar miniszterelnök és az uniós szakdiplomaták a kormányból figyelmesen, diplomatikusan és udvariasan egyeztetnek a partnerekkel, és figyelembe veszik mindenkinek az álláspontját, akkor lehet, hogy csatáról tudunk beszélni. Én a tegnap lezajlott uniós csúcs kapcsán inkább azt láttam, hogy visszaköszönt egy nagyon konstruktív és nagyon megértő, empatikus légkör, mert mindenki elismeri, és ez benne van a záró dokumentumban, a tanácsi következtetésekben, ez egy összeurópai ügy. De a megoldások tagállamonként más problémákat, más fájdalmokat sejtetnek föl. Volt egy külön mini csúcs, amit Meloni olasz kormányfő tartott napközben, amikor szintén úgy tűnt, hogy jelenlevő tíz államvezetői, köztük a, a, a magyar miniszterelnök is, soha nem látott egységben próbálnak megoldásra. Ne feledjük el egyébként, hogy mindeközben Magyarország az Unió soros elnökének tisztjét is be, be, ellátja. Következésképpen ezeket a közös dolgokat kell hangsúlyozni. És ezek egyébként arra mutatnak, hogy új megoldásokon dolgoztak a, a tanácsi tanácsban képviselt tagállamok, de új megoldásokon dolgozik őket meghallgatva az Európai Bizottság is. Tehát sokkal optimistább lehet az ember, mint hogy csatában gondolkozzon. Mi kerül szóba, mi a magyar követelésekkel is egybevág. Egyrészt, hogy meg kell akadályozni, vagy meg kell előzni az illegális migrációt, következésképpen a kibocsátó államoknak a, a, a megsegítése egy prioritást élvez. Tehát be se lépjenek az uniót területére. Lehet, hogy se el, el se induljon. De ha már elindulnak, akkor esetleg az unió hatá, uniós határokon kívül lehessen lebonyolítani a szűrést, és az uniós frontállamokat, vagy a, a, a külső határt, külső belül tagállamokat terhék ezzel legyen szolidaritás, tehát mindenki vegye ki a részét ebből a küzdelemből, és negyed sokkal hatékonyabb legyen a, 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 az tagállamok részéről a menedékjogot nem kapó delikvensek visszaküldése. Németországban egyébként például érdekes módon azt mondják, hogy 2015-ben még Merkel azt, hogy Wirtschaftendass megoldására, hogy meg tudjuk oldani. A szírmenekültek szeret, szírmenekülteket szeretnék visszaküldeni, de a hogyan kérdésére egy új irányelv kell, és ez Ursula von der Leyen megígérte, hogy ezt kidolgozzák. Hát itt olyan nagy különbség valóban nincsen a magyar célokhoz képest. Nem. Harmadik téma, Igen. nagyon röviden. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a gazdasági intézkedések, amiket el akarnak fogadtatni az Unióban, idézem, földre vinnék a magyar családokat, nyugdíjrendszer átalakítása, 13. havi nyugdíj... Eltörlése, rezsicsökkentés eltörlése, adóemelés, ezt követelik Magyarországtól a bürokraták. Mit követelnek? Ennek semmi nyoma a tanácsi határozatokban, nem is volt téma, nem is volt napirenden. Én azt szeretném gondolni, a miniszterelnök egy kicsit ugye, extrapolálta a dolgokat, mert ez nem volt az uniós csúcs. Az ugye azért napirenden. a nyugdíjrendszer fenntarthatósága az egy régóta visszatérő kérdés Magyarországgal szemben ezt tudjuk, várnak is tőlünk ezzel kapcsolatban valamilyen tervet vagy kiigazítást. Lehet, hogy ilyesmire gondol? Még egyszer azt tudom mondani, hogy a tanácsi következtetésekben ennek nincs nyoma. Lehet, hogy a miniszterelnök arra utalt, hogy egyébként, de és nem is a magyar elnökség keretében, van ugye azok a gazdaságpolitikai ellások, amiket az Európai Bizottság, illetve a tagállamok egymásnak tesznek, hogy ebben számára elfogadhatatlan elemek vannak, de ismétlem, erre vonatkozó, hogy csatának jelenleg vagy tegnapi nap folyamán semmi nyoma nem volt. Vég Zoltán, köszönjük szépen. Nagyon örültem.